ellenálló Kínzor földén. Remélem Jocelyn tudja, hogy mit csinál. Most viccesz, Fuli? Olyan bungalisztik! Bunga, biztos, hogy minden rendben? Hogy velem? Hát persze, primán vagyok. Jó, rendben, felkeresem Rafikit, hogy megmutassa, hogy kell botot pörgetni. Bizony, mert nem jól csinálsz valamit. Én is ezt mondtam. Ahányszor csak megpörgetem, fejbe ütöm magam és ellesek. Látom még benned a tűz méhész borz. Köszi, Rafiki. De a tartásod borzalmas. A tartásom? Már is sokkal jobb. Hé, akkor ettől a tartásom is javult? Dehogy. A tartásom nem ilyen könnyű javítani. Szükség van az egyensúlyra és a jó mozgásra. Gyere, jól nyisd ki a szemed. Határozott hátrahajlás, rajta! És az egyik kedvencem! Táncoló tarajos sültartás, ajtam! Ha-ha, Ervasz, táncolj kis méhészborz! Ez már egész jól megy! Azt mondom, Rafiki, utána kell néznem, hát ha az őrség már keresett. Ne feledd, ifjú méhészborz, sok gyakorlás! A jó tartás alapja, hogy nincs botladozás! Jó, világos, Rafiki, nincs botladozás. Aha, értem már! Botladozás, mivel van egy botom! Figyeljetek, szőratyúak! Most hallottam Zordontól, hogyan kaparintja meg büszke birtok egy újabb részét. Ezúttal a Missy Mulligatre kerül sor. Azt tervezi, hogy három oldalról támadjuk meg. A sok állaké lesz a bal oldal, a krokodiloké pedig a jobb. És, mint szóltam kedvencei, mi támadunk majd középen. Támadás három oldalról. Az ellenállóknak is lesz néhány szavuk. Riaszd az orosz tárőrséget, Manuel. Én felkészítem a többieket. Itt is leszek egy-kettőre. Akkor most figyelem. Első feladatunk Hiéna ellenállásként. Hogy megtaláljuk Jean-Jacques lányát, mielőtt elérik a Mizimut. Hallgassátok, hogy képzelem. Most már biztos sikerül! Határozott hátrahajlás! Oroszlán őrség! Oroszlán őrség! Madoa! Üzenek az ellenállók? Igen. Jocelyn meghallotta Jean-Jacques tervét. Zordon három oldalról fogja megtámadni Missy Mulligatet. Biztosan el akarja foglalni, ahogy Kilió völgye.